A bátaszéki tűzoltókat 2007. január 1-e és 2019. május 31-e között 1328 alkalommal riasztották káresethez. Ez a szám önmagában is jelzi, milyen jelentőséggel bír a település és környéke lakosságának biztonsága szempontjából a lánglovagok jelenléte. A működés azonban pénzbe kerül, amiről tudjuk, mindig van helye, és minden érkező pluszforrás javítja a feladatellátás minőségét. Azt az örömteli hírt tudtuk itt a köztestület elé vinni, hogy két többletforrás is érkezik 2019-ben a köztestületi tűzoltóság működéséhez. Egyrészt Bátaszékváros önkormányzatán keresztül egy rendkívüli önkormányzati támogatás, mintegy 11,9 millió forinttal, és a katasztrófa védelmi igazgatóságon keresztül egy 2,6 millió forintos kiegészítő támogatás. Ezek az összegek kellenek annak érdekében, hogy az önkormányzati tűzoltóság működési kiadásait 2019-ben teljes egészében finanszírozni lehessen. Tehát ezek a források, illetve a megítélt alaptámogatás, és együtt mintegy 47 millió forintból fog gazdálkodni a köztestületi tűzoltóság 2019-ben. Ez fedezi a dologi kiadásokat, illetve annak a hivatásos és önkéntes tűzoltói állománynak a bér, illetve tiszteletdíj költségét, ami ahhoz szükséges, hogy 0-24 órában legalább egy szerkocsin folyamatos vonulállományt lehessen biztosítani Bátaszéken, illetve a köztestület területén működő önkormányzatoknak. Az elmúlt esztendőben 144 riasztásra indultak el a tűzoltók a bátaszéki állomásról. A munka jelentős részében műszaki mentéseket kellett végrehajtani. Az idei évben pont ma reggel néztem meg a számokat, jelen pillanatban 57 káreseti felszámolásnál tartunk. Az arányt azt továbbra is tartjuk, ezt a 70-30-as átlagot. Én úgy gondolom, hogy ha az idei év az így folytatódik tovább, akkor a tavalyi 120-130 káreset az sajnos be fog következni, ami beavatkozással fog telni. Hál' Istennek, ami eddig problémát jelentett a tavalyi, sőt a tavaly előtti évben is, ugye a finanszírozási probléma az most megoldódott, egyrészt az önkormányzati támogatásokkal, másrészt pedig a belügyminisztérium kiegészítő támogatásával. Én azt gondolom, hogy pozitívan nézhetünk a jövőt illetően. Polgármester úrral beszélgettük már egy esetleges létszámbővítést a jövő évben, nyilván ez a jövő évi finanszírozás kérdése lesz. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a tűzoltóságon, bár még mindig létszámhiánnyal küzdünk, a jelenlegi állománnyal képesek vagyunk azt a feladatot ellátni, hogy ezen a 210 négyzetkilométeren következő káreseményeket föl tudjuk számolni. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy a köztestületi tűzoltóság Bátaszéken működik, és így a vonulási idő minimálisra csökken, adott esetben, hogyha be kell avatkozni. Viszont folyamatosan azt is mondjuk, hogy az önkormányzat bizonyos feladatokban átvállalja az államtól a tűzvédelmi feladatokat. A mi teherbíró képességünknek is van egy határa, tehát úgy ítéljük meg, hogy az alapműködéshez szükséges költségeket továbbiakban is állami finanszírozásból kellene biztosítani, és az önkormányzatok a tűzoltóság fejlődését, fejlesztését szolgáló forrásokat szeretné biztosítani. 2019-ben úgy tűnik, hogy ez már realizálódni tud, és reméljük, hogy 2020-ban egy kiforrott, átgondolt és stabilabb támogatási rendszerre tudjuk majd a köztestületi tűzoltóság működését biztosítani. Az önkormányzat, ha kell, akkor néha még erőn felül is fogja biztosítani a köztestületi tűzoltóság működéséhez szükséges forrásokat, de ezt nem hangtalanul fogjuk megtenni, hiszen továbbiakban is az az álláspont, hogy ez a feladat állami feladat, melynek bonyolításában az önkormányzat részt kíván vállalni, de a saját terbíró képességén belül. A legnagyobb problémának a jelek szerint az látszik, kiül majd fel az autókra, ha a mai, már nem éppen fiatal generáció végleg szögre akasztja a sisakokat. Volt nekünk egy kiválóan működő diáktűzoltó csapatunk, akik nyilván betöltötték azt a kort, hogy vagy föl tudtak volna velünk már ülni egy 40 órás tűzoltó alaptanfolyam elvégzése után vanulni, tehát ők elmennek egyetemre, főiskolára a legtöbbjük. Most kezdtük el a diáktűzoltó tagozatot újra szervezni, és az idei évben már olyan szinten foglalkozunk velük, hogy készítjük fel őket a tűzoltói munkára. Ez jelen pillanatban 10 fiatalt jelent, úgyhogy én bízom abban, hogy sikerül őket megfogni és megragadni, hogy az önkormányzati tűzoltóságon tudjuk majd őket alkalmazni.